Mondtad, hogy fel tudunk vezetni esetleg egy mint? Így van, az első ló, amit néztünk, úgy gondolom, hogy ő az egyik legreprezentatívabb egyedünk, úgyhogy meg is kérem a kollégát, hogy legyen szíves elővezetni. Egy tradicionális diszkontárt helyezünk ilyenkor a lóra. Ez gyakorlatilag már a monarchia óta ezt a szabványt használjuk, illetve a felvezetőn egy bocskai díszruha található. Érkezik Faktor. De gyönyörű. Közelebb léphetünk hozzá? Természetesen. Ugye itt a felvezetéseknél is, meg a szemléknél is fontos, hogy ugye a bírálóbizottság oldalról, hátulról és előről is gyakorlatilag minden irányból el tudja bírálni a lovat. Itt nézik a fajta jelleget, mennyire jelentkeznek rajta a lipicai tipikus vonásai, a lábállásoktól elkezdve a mar alakulásán át egészen a nyakillesztéséig. Egy picit ezt a sütést meg tudjuk nézni. Mióta sütik a lovat ezzel a jellel? Ez gyakorlatilag azért is egy érdekes kérdés, mert sokan megkérdezik, hogy mit jelent a B betű itt Szilvásváron a lovaknak a sütésében. Ezt azt hiszik, hogy a bükköt jelenti, mint B betű, de eredetileg a bábolnai ménest jelenti. Ugye említettem, hogy 1943-ig ott állomásozott a fajta, és azóta megmaradt ez a sütés. Magának a fajtának a jellemzőinek, illetve Faktor bemutatására meg fogom kérni ménesvezetőnket, Mikó Tamást, aki a tenyésztés mellett a lovak kiképzéséért is felelős, így Faktort is csikókora óta ismeri, és gyakorlatilag mellette nőtt fel. Cseri Dávid igazgató úr már említette, hogy csikókora óta ismered favorit. Mennyire csikókora óta? Hát születése kora óta. Én már akkor is itt dolgoztam a méhelyménesben, illetve hát a nevelkedése, illetve aztán későbbiekben az Edithhez való elkerülése után is végig kísértem az életét, illetve a sport karrierjét. Mióta vagy itt a ménesnél? 1995 óta. Akkor már jó 25 éve nyomon kíséred a ménes fejlődését. Eléggé ismerem a lovakat. Mik azok a jegyek, amiket nézni kell egy lipicai lovon? Főbb jellemzője a lipicai lónak félkos fej, a tág, illetve hát jó nagy élénk szemek, ívelt nyak, a jó magas nyakillesztés, illetve hát a hátban húzódó izmos mar, középhosszú hát, ágyik a széles, jól izmolt, a fara elég kerek, úgymond alma, far meredek lapocka, és hát ebből adódóan a mozgása is inkább az akciós, magas lábemeléssel úgymond mozog, mint hogy térről elő mozgást végez, ez magára az alkatából fakad. Milyen magasak ők? Alapvető méretei marmagassága 162-173 között, övméret az 190-220 között, illetve 21 és 23-as szárkörmérettel kell rendelkezni egy bibicai lóval. És színben a jellemző szürke? Jellemzően a szürke, alapvetően árnyalatait tekinthetjük alapszínnek, úgy a sötét, illetve világos. Előfordul a fekete is, ritkán, de a pejszín is elfogadott már. Fajta jellegében mennyire őrizte meg önmagát? Tehát, hogy mennyit változott azáltal, hogy most már jobban használjuk sportra őket? Úgy gondolom a 400 éves, több mint 400 éves tenyésztői zártörzskönyv az megtartotta azt a
azokat a tulajdonságokat, amivel ez a ló ma is azt mutatja, mint ezelőtt, mint a kitenyésztés időszakában. A ménes gazdaságnak mi most a célja? Mi az elsődleges szempont, ami alapján tenyészt? Hát konkrétan a génmegőrzés, a törzsek fönntartása, illetve az állomány olyan minőségben való tartása, amit erre a szabályok elérnek. Említetted a mozgását, esetleg meg tudjuk nézni, hogy pontosan Persze. mit is jelent a térről elő mozgás. A kollégám már is megvezet. Mi az, amit most néznünk kell? Azt az akciós, tehát figyeljük első látsó lábok emelését, és az előre való kinyújtását. Alapvetően itt látható, hogy egyéb más félvérek azok még előbbre, tehát tér ölelő, több földet takar, úgymond, így a lipicei ló magasra emeli, de nem annyi földet takar, ez így szokás mondani. Hogyha esetleg valamelyik mintit kinéztük magunknak, és mondjuk van otthon egy kancánk, és kiválasztottunk egy mintát, akitől szeretnénk kis csikót, akkor bárki eljöhet ide hozzátok, és tud termékenyítő anyagot szerezni, vagyis vásárolni, vagy ez zárt tenyésztésen belül folyik? Hát szaporító anyagot a útlevéllel rendelkező regisztrált kancába igény szerint tudunk szolgáltatni. Köszönöm szépen, hogy elmondtad.